Sok szeretettel köszöntöm a zsolcai lakosokat és a Zsolca TV nézőit. Ezekben a nehéz időkben, amikor kicsit a közösségi élet nehézségekbe ütközik, nem tudunk összejárni, beszélgetni, közös programokat csinálni, akkor jó egy kicsit így visszaemlékezni a gyerekkorra, ahol fölnőttünk, azokra az időkre, amikor elkezdtük bontogatni a szárnyunkat, és megtapasztaltuk a családias közösségi létet. Nekem Felső Zsolca ezt jelenti. 18 éves koromig éltem ott szüleimmel és öcsémmel, és nagyon sokat segített nekem ez az ottani kertvárosi elfogadó közösség abban, hogy ma színész lehetek, alkotó ember. Oda jártam óvodába, általános iskolába, már csak 4 évig, mert aztán Miskolcon folytattam a Fráter György Katolikus Gimnázium 8 osztályos tagozatán a tanulmányaimat, de meghatározó volt egy-egy közösség, meghatározó volt a templom, a római katolikus templom, ahova szüleimmel és öcsémmel jártunk minden vasárnap. Olvasmányt, szentleckét olvastam fel, öcsém minisztrált. Ez is sokat segített abban, hogy szokjam a szereplést, a gátlásaimat levetkőzzem, értően, értelmesen olvassak. Aztán a kántor úr megkért, hogy segítsek neki a karzaton, a zsoltárokat énekeljem én is vele. Karácsonykor egy-egy dal, vers mindig elhangzott, és nagyon kedvesek voltak mindig a hívek, a zsolcai lakosok mindig bíztattak, és kedvesen várták egy-egy műsorszámot. Az általános iskolában zongorázni tanultam Eperjesi Erikától, aki ma a Miskolci Színház művésze. De akár azt is mondhatom, hogy 3 éves koromtól, amióta ott élünk Felső Zsolcán, először a József Attila utcán albérletben, amíg építkeztek szüleim, majd a Móricz Zsigmond utcában egy ikerház egyik felében nőttem föl, az öcsém már oda született. És akár a szomszéd nénit is mondhatom, Bözsike nénit, vagy az egész utcát, akik 3-4 éves koromtól mindig várták a verseket, dalokat, műsorszámokat, egészen 18 éves koromig, és mindig megvolt a fizetség, sütemény, cukorkák, csokik, amiket bezsebeltem, úgyhogy ez nagyon korán megalapozta a szakmai előmenetelemet. Úgyhogy ezek a tündéri emberek, mind a szomszédnéni, a tiszteletes, a kántor úr, sajnos ma már nincsenek köztünk, de nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk, és nagy hatással volt ez rám, hogy már gyerekkoromban megtapasztaltam azt ebben a családias, kertvárosi millióban, hogy mennyire szeretnek az emberek, mennyire várják mindig, hogy egy kis műsorszámmal kedveskedjek, tánccal, énekkel, karácsonyi betlehemezéssel, húsvéti versekkel. Ezeket mindig nagyon értékelték ott az utcában lakók is. Úgyhogy ez mindenképpen feledhetetlen élmény itt számomra, és innen indult az egész. Ezek a gyökerek, ezekre büszkének kell lenni. És nagyszerű érzés volt, hogy kertvárosban növök fel, zöldövezetben, és mégis nagyon közel van Miskolc. Városi busszal bent vagyok bármikor, iskolában, bármilyen rendezvényen, úgyhogy igazán ideális maga a kis városka fekvése is. És bár csak 4 évet jártam általános iskolába, de az osztálytársak most a Facebookon ismerőseim, és bár szanaszét szélettünk, mindenfelé, de azért követem őket, hogy ők is családot alapítanak, most már nekem is van családom, férjhez mentem, van egy 2 éves kisfiam, és jó látni, hogy ők is hogy boldogulnak, hová haladnak, ha másra nem, erre is jó, el vagyunk szigetelődve egymástól, szanaszét vagyunk az országban, de jó látni, hogy ki hogy boldogul, milyen családja van, és hogy gyarapodik a családja. És ami számomra külön nagyon hízelgő, és jóleső, és megtisztelő dolog volt, hogy lassan 12 éve, mikor kezdtem a pályámat, rögtön ide Kecskemétre szerződtem, a messzi Kecskemétre. Bizony a Zsolca TV kollégái
egy ilyen hosszú utat megtettek, leutaztak ide Kecskemétre, és a fiatal pályakezdő színésznővel egy komoly dokumentum riportfilmet készítettek itt Kecskeméten, ami nagyon, nagyon színvonalasra sikerült, nagyon hízelgő, és nagyon, nagyon megható a mai napig. Azt gondolom, hogy ezt nem sokan tették volna meg, hogy ilyen nagy utat megtesznek egy pályakezdő Zsolcáról elszármazott fiatal művészért, és ez nekem akkor nagyon-nagyon sokat jelentett, és muníciót adott a későbbiekre. Úgyhogy mindent nagyon szépen köszönök, Felső Zsolca. Mindenkinek jó egészséget kívánok, türelmet és kitartást. Egyszer csak ki fog tavaszodni, eljön majd a nyár is, és remélem, hogy újra megtapasztalhatjuk a közösségi élményeket, mert ezek nagyon fontosak, és nagyon nagy lelki muníciót adnak az embernek, akár szakmailag, akár a magánéletében emberileg. A szüleim még mindig ott élnek, és mindig szívesen térek vissza. A karantén első hullámából is egy hónapot ott vészeltünk át, amíg nem volt kertesházunk, most már hál' Istennek van, de haza tudtunk, egy kis menedék volt számunkra Felső Zsolc, ahol a kisfiam játszhatott a kertben, kutyázhatott, a nagyszüleivel lehetett, úgyhogy reméljük, hogy talán már húsvétkor újra láthatjuk Felső Zsolcát. Addig is minden jót kívánok, jó egészséget, türelmet, szeretetet, békességet.